Szeretettel köszöntök mindenkit! Mai előadásom témája a bibliai és mezopotámiai teremtés történetek összehasonlítása. Az embert mindig is érdekelte, hogyan keletkezett a világ, hogyan születtek meg az első emberek, vagy hogyan született meg az első ember, és ezért szeretném megmutatni nektek kezdetben itt ezt a csodálatos képet, amit a Hubble űrteleszkóp készített, és a NASA honlapján látható, a címe a Teremtés oszlopai. Nyilvánvalóan ez egyfajta metafora, vagy szimbólum, ha úgy tetszik, de a Bibliában és mezopotámiai teremtés történetekben, mezopotámiai epikában ezeknek nagyon részletesen kidolgozott teremtéstana, nagyon részletesen kidolgozott története van. Nem csak a ókori Mezopotámia lakóit, hanem a görögöket is rendkívül érdekelték ezek a kérdések, és éppen ezért görög szóval jelöljük ma is az istenek keletkezésére vonatkozó történeteket, úgyhogy teogónia, kozmogóniának nevezzük a világ keletkezésére vonatkozó ókori történeteket, és végül antropogóniának nevezzük az ember keletkezésére vonatkozó ókori elbeszéléseket. A mai előadásom két részből fog állni. Az első részben a bibliai teremtés történeteket fogom áttekinteni, ennek a címe tehát az, hogy kezdetben. A Bibliában ugyanis nem csak egy teremtés történet olvasható, hanem mindjárt kettő, sőt, akár ha úgy vesszük, három is. Így az első változat, az egek, a föld és az első emberpár teremtését tartalmazó változat, amely a Mózes első könyvének, a Genezis könyvének az első fejezetében és a második fejezet elején olvasható. Ez az úgynevezett hatnapos teremtés történet, amelyet azért neveztek el a kutatók úgy, hogy elohista változat, mert ebben a teremtés történetben az Istennek a neve Elohimként szerepel. A második változat a Mózes első könyvének, vagyis a Genezis könyvének a második fejezetében, a 4-től a 25. versig található, és ezt azért nevezték el a modern kutatók jahvista változatnak, mivel ebben a teremtés történetben az Istennek a neve, ez a bizonyos héber négybetűs, kimondhatatlan Isten név, amit hát nem egészen jól, de úgy szoktunk mondani, hogy Jahve, vagy mások Jehovaként ismerik inkább. És végül, ha nem is komplett teremtés történet, de a teremtése történő utalás szerepel a példabeszédek 8. fejezetének 22-től 31. versében, amelyben kifejezetten a messiásnak a szerepét tárgyalja az Ószövetség, aki mint egy kézműves működött együtt Istennel a teremtés folyamatában. Ezek közül minden bizonnyal legismertebb az úgynevezett hatnapos teremtés történet, és ha valaki előveszi a Bibliát és fellapozza, akkor valóban ez a kezdő mondata az Ószövetségnek, tehát magának az egész Bibliának, ami úgy szól, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. Több szempontból sem egészen pontos ez a fordítás. Egyébként hozzáteszem, hogy nagyon nehéz valóban rendkívül pontos fordítást visszaadni, de ezért is írtam ide héberül, hogy mindenki láthassa, hogy például az egeket az eredetiben többes számban szerepel, míg a Károli fordításban csak egyes számot találunk. Bereshit, bara, Elohim, et ha-shamayim, et ha-eretz, vagyis a Shammayim az többes szám, az egeket és a földet. Ezért gondoltam, hogy megnézzük legalábbis ennek a mondatnak mind az öt kifejezését, hogy pontosan mit is jelent. Kezdetben, Bereshit, először is arra utal, és ez nagyon fontos a bibliai teremtés történet megértése szempontjából, hogy a világnak van abszolút kezdete. A világnak van abszolút kezdete. Ez a rós gyökből van képezve, ami egyébként fejet és kezdetet egyaránt jelent. Bereshit, tehát kezdetben. A teremtette azért nagyon fontos kifejezés, mert itt a Biblia
nem általában a formálás szót használja, ezt egy teljesen más igével fejezi ki, mert a bará az kifejezetten nem formálást jelent, hanem olyankor fordul elő az ószövetségi héberben, amikor Isten szóval teremt. Szóval teremt. Tehát kimondja az adott dolgot, és az megszületik. Erre vonatkozik egyébként az a szintén bibliai utalás, hogy a láthatók a láthatatlanból állottak elő. Ez is nagyon fontos, hogy nem a semmiből, ahogy ezt szokták manapság rosszul idézni, hanem a láthatók a láthatatlanból állottak elő. Attól, hogy valami számunkra, emberek számára láthatatlan, attól még Isten szemszögéből nézve ez létező, vagyis látható lehet. Az Isten, ahogy mondtam már, az Elohim kifejezéssel szerepel, itt a hatnapos teremtés történetben. Ez mondják többen, teológusok ezen ugyan vitatkoznak, hogy a Jahve többes számú formája, ami azért nagyon izgalmas, mert ehhez a többes számú Isten név alakhoz egyes számú állítmány tartozik, ami, hát ha belegondoltok a nyelvtani egyeztetési szabályokba, akkor eléggé furcsa, hogy van egy többes számú alanyunk, de van egy egyes számú állítmányunk. Ez minden bizonnyal az egy Isten hittel, a monoteizmussal függ össze. Hogy bár az Elohim formálisan többes számú szó, ezért ezt egyes számban, tehát az egyetlen létező Istenre értették. Az egeket. Miért fontos az, hogy többes számban van a Shammaim, vagyis az egek, egeket? Azért, mert a zsidó hagyomány szerint három ég van, és ezek nem mindegyike a látható szférában helyezkedik el. És végül itt van a Föld, ami nyilvánvalóan a Föld bolygóról szól, mármint az Erec kifejezés nyilvánvalóan erre a Föld bolygóra vonatkozik, és ezek szerint kezdetben lett teremtve a Föld közvetlenül az egeket követően. A hatnapos teremtés történet első napja egyébként, ez is nagyon érdekes ez a sorrend, ha megfigyeljük, a sötétség és a világosság elválasztására szolgált. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Figyeljétek meg tehát, hogy mondta Isten, nem kézzel csinált valamit, hanem csak kimondta a dolgot, és az meglett. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát a világosságot a sötétségtől, és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el, és így lett este, és lett reggel első nap. A következő diákon nem fogom felolvasni a hozzátartozó igehelyeket mindenhol, hanem csak utalni szeretnék rá, illetve megvan a lehetőségetek, hogy megállítsátok a videót az egyes diáknál, és ezeket az igehelyeket nyugodtan végig lehet olvasni. A második nap a vizek és az égbolt elválasztására szolgál. Itt egy nagyon érdekes dolgot találunk az Ószövetségben, hogy Isten létrehozott egy boltozatot, amit a héber szöveg rakijának hív, ez valóban ilyen bolt ívet jelent, amivel körülvette a Földet, és úgy tűnik, hogy legalábbis a vízözön előtti időszakban a boltív felett is voltak vizek, ugyanúgy, mint ahogy a boltív alatt. És amikor a vízözön megtörtént, akkor ezt külön olvassuk a Biblia szövegében, hogy a felülről való vizek és az alulról való vizek is felfakadtak. Tehát egy kettős szorításba vették a Földet, nem csak arról van szó tehát, hogy 40 napig esett az eső. Itt sokkal nagyobb dolog történt. A harmadik napon a szárazföld és a tenger külön választása történt meg, és ugyancsak megtörtént a növényeknek, vagy ahogy itt mondja a szöveg, hogy hajtott tehát a föld növényeket, különféle füveket, amelyek magvakat hordoznak, és különféle gyümölcstermő fákat, amelyeknek magvuk van. Tehát külön hangsúlyozza, hogy ezek a növények, ezek szaporodásra voltak képesek, tehát magon keresztül szaporodtak. Ez volt a harmadik nap. A negyedik nap volt a nap, a hold és a csillagok megteremtése. Tudom, hogy most mindenki azt a kérdést fogja föltenni, hogy akkor hogy lehetséges, hogy már az első nap létezett világosság, hogyha a nap, a hold és a csillagok csak most a negyedik napon lettek megteremtve. Erre a hagyományos teológiai válasz az, hogy ebből is látszik, hogy a világosság és a sötétség az nem pusztán egy fizikai jelenség. Nem pusztán fény a világosság, hanem ennél sokkal több.
valószínűleg a sötétség is egyébként, ez egy olyan szubstancia, ami a világ eredeti ős anyagához, alkotó anyagához tartozik, és a fény pedig, sokan mondják teológusok, hogy ez magából, Istenből jött ez a fény. Minden esetre a nap, hold és a csillagok funkcióját is megmondja itt az 1 Mózes 1.14-től 19-ig tartó verse. Azt mondja, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak a nappalon és éjszakán, és ezért választotta el a világosságot a sötétségtől, és még előtte azt mondja, hogy jelezzék az ünnepeket, napokat és esztendőket, és legyenek világító testekként az égbolton. Tulajdonképpen mind a mai napig, ha belegondolunk a naptári rendszerünkbe, akkor gyakorlatilag két égi test, az egyik a hold, ami a hold fázisai keresztül a hónapokat adja meg, és a másik pedig a nap, ami a 24 órás napot, illetve az évet jelzi számunkra, tehát ezen alapul a naptári rendszerünk. Az 5. nap lesz a vízi állatok és a madarak megteremtése, pesdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek a madarak a föld felett, az égbolt alatt, és megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vízekben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket és különféle madarakat, és látta Isten, hogy jó, és őket is szaporodással áldotta meg, szaporodási képességgel áldotta meg. A 6. nap lesz a szárazföldi állatok és az emberpár megteremtése. Az utóbbi az egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát az első emberpárnak a megteremtése. Ez tehát a 6. napon történt, és felolvasom azért ezt a mondatot, mert szerintem rendkívül fontos. Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ez rendkívül fontos dolog, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára, tehát külső és belső hasonlatosságára teremtette az emberpárt. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, tehát megismétli, férfivá és nővé teremtette őket, és aztán megáldotta Isten őket. Nagyon fontos, hogy itt nem szerepel, tehát ebben a hatnapos teremtés történetben nem szerepel külön a nőnek a megteremtése, hanem együttesen a férfi és a nő megteremtéséről beszél, és ugyanez most nem héber nyelvlecke, de szerintem rendkívül fontos tudni azt, hogy héberül a férfi is, úgy hangzik, hogy is, a nő pedig issá. Vagyis a férfinek egy női végződéssel, egy femininum végződéssel ellátott alakpárja a nő, amiben egy szerintem rendkívül érdekes látás van benne, hogy valójában az ember, akit mi így hívunk, az két részből áll, a férfiből, aki is, és a nőből, aki isá. Tehát igazából az ember, az csak egy férfi és egy nő együtteséből tud, hogy úgy mondjam, összeállni. Tehát az ember két részre oszlik, hogy úgy mondjam. És végül itt van a teremtő nyugalmának a napja, ami a 7. nap. Ez is egy rendkívül fontos dolog, hogy megszűnt, megpihent, megszűnt a munkától Isten a 7. napon, és ugye ezért rendeli el majd a Mózesen keresztül Isten, hogy a 7. napot, a sabbatot, azt nyugalommal és pihenéssel kell tölteni, semmifajta munkát ezen a napon nem szabad végezni. Nézzük tehát először a férfi ember és a nő ember teremtését, most elnézést a magyartalan kifejezésért, de nem tudtam ezt az is és isá közti különbséget jobban visszaadni. Angolul ez könnyebb, mert ugye man és woman, de magyarul ez nagyon nehéz, és itt szerepel tehát az, amit az imént már felolvastam, hogy teremté Isten képére az embert, vagyis férfivá és nővé teremtette azt. És azután látjuk a Mózes első könyvének 2. fejezetében, a 7., majd pedig a 21., 23. versben, hogy hogy is történt konkrétan az Évának, az első nőnek a teremtése. És formálta az Úristen az embert a föld porából, és lehellett az ő orrába életnek lehelletét, és lőn az ember élő lélekké. Bocsátott tehát az Úristen mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Elaludt.
akkor kivette egyet annak oldalbordái, ez héberül úgy van, hogy celá közül, és hússal töltötte be annak helyét. És alkotta az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből asszonnyá, és vitte az emberhez. És mondta az ember, ez már csontomból való csont, testemből való test. Ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Itt tehát a második fejezetben egy részletesebb elbeszélést látunk, amely egyrészt megmagyarázza az első embernek, tehát Ádámnak a teremtését, a föld porából formálta Isten. Tehát érdekes módon itt már nem a bará kifejezést találjuk, mint a föld teremtésekor, amikor Isten szólt és meglett, hanem ez már, hogy úgy mondjam, kézműves munkával készült. Az első embert a földnek a porából formálta Isten, mégpedig a példabeszédek 8-ra, ha visszaemlékszünk, akkor valószínűleg a messiás közreműködésével formálta, és utána lehelte belé az életnek a szellemét, és így vált élővé az ember, mert hogy az Isten szelleme az, ami élővé tud tenni gyakorlatilag bármit a világon, és utána, amikor rájött arra Ádám, hogy egyedül van a teremtésben, nincs méltó párja, az állatok egyike sem méltó párja az embernek, ezért Isten egy operációt rendelte, vagy operációs beavatkozást követett el, amikor is kivette, hát hogy pontosan mit vett ki, azért ezen viták folynak a teológusok, bibliatudósok között, mert hogy ugyan Károlyi úgy fordítja, hogy oldalbordát vett ki, és ez is egy bibliai szólásnak lett az alapja, tudnék, hogy oldalbordának nevezzük viccesen a feleségeinket, vagy feleségünket, bocsánat, de az eredeti celá kifejezés az nem biztos, hogy oldalbordát jelent, hanem a szónak a jelentése az lehet kamra is, tehát valami egészen kis dolog ez, amiből Isten létrehozta a nőt, mindegy. A lényeg az, hogy a férfiból lett a nő, a férfinek egy részéből lett a nő, és ezt vitte aztán oda az emberhez, és ez az, aki lett ugye Éva, ő az Isá. Ennek a történetnek néhány tudományos vonatkozására is szeretnék röviden kitérni, tehát hogy az ember a földből formáltatott, azért ez egy picikét több szerintem, mint pusztán egy szólás, vagy szólás hasonlat, mint hogy a Biblián végigvonul egyébként ez a porból lettünk és porrá leszünk szólás is. Kezeit formáltak engem, mondja Jób, készítettek engem egészen körös körül, és mégis megrontasz engem. Emlékezzél kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem, az agyagedényt is a fazekas kezei formálják agyagból, és ismét porrá tennél engem. Itt most azért szerepel ez a két diagram, az egyik a földkéreg kémiai összetételét mutatja, a másik pedig az emberi test kémiai összetételét. Elnézést, hogy angolul szerepelnek rajta a nevek, de úgy gondolom, hogy azért ennyit mindenki tud angolul, mert amit szeretnék ezen keresztül demonstrálni, hogy az emberi testben nincsen más anyag, csak olyan anyag, ami egyébként a földkéregben is megtalálható. Tehát ha úgy tetszik, ez némiképp alátámasztja ezt a történetet. A másik pedig a férfi és a női kromoszómát láthatjuk ezen a képen. Ugye mindenki megtanulja a biológiából, hogy a férfi kromoszóma az XY, a női pedig XX. Ami azért nagyon fontos dolog, mert némiképp ez is azért alátámasztja ezt a bibliai teremtés történetet, hogy tehát a nő kromoszómája az nem mondjuk K és L, vagy A és B, hanem a férfi egyik kromoszómájából és ennek a reduplikálásával keletkezett. Tehát, ha úgy tetszik, annak a bizonyítéka lehet, hogy férfiból vétetett. Tehát nem valami egészen más kromoszóma található a nőben, hanem az, ami a férfiben is benne van. A következőkben pedig térjünk rá a mezopotámiai teremtés történetekre. Ennek a résznek azt a címet adtam, hogy amikor fenn. Mezopotámia, mint tudjuk, folyóközt jelent, és ez alapvetően az Eufrátesz és Tigris közötti területre vonatkozik. Ezen a vidéken találták fel, úgy tűnik, az írást, amit ékírás jelekkel jegyeztek le már a Krisztus előtti 4. évezredben.
Ezeket az ékírás jeleket azután a 19. században fejtették meg európai tudósok, így tehát a 19. századtól kezdve olvashatókká váltak számunkra azok az irodalmi termékek, amiket itt a folyóközben Mezopotámiában jegyeztek le a sumerek, az akkádok, az asszírok és a többi nép, akik ezen a területen éltek. A legismertebb sumer teremtés történetnek az a címe, hogy Enuma Elis, ezzel majd mindjárt szeretnék részletesebben foglalkozni. Ennek a töredékeit egy nagyon híres angol kutató, Austin Henry Layard találta meg 1849-ben Ashurbanipal, asszír uralkodó, ninivei könyvtárának romjai között, ez a mai iraki Mosul városában, vagy annak közelében található, és egy nagyon különleges angol kutató George Smith fejtette meg, és ő publikálta 1876-ban. Az Enuma Elis, egyébként ez jelenti azt, hogy amikor fenn, 7 agyaktáblán, körülbelül 1000 sorban óbabiloni nyelven íródott. Az 5. táblát azt ma még nem találták meg, és ezért csak töredékesen ismert, ettől eltekintve a szöveg az csaknem teljes. Az Enuma Elis szövege számos másolatban létezett Asszíriában és Babilóniában, tehát egy nagyon elterjedt eposzról, írásműről van szó. Az Ashurbanipali könyvtárában, egyébként ő volt az egyik legelső könyvgyűjtő a világon, tehát egy asszír király, aki direkt gyűjtötte a mezopotámiai irodalom emlékeit. Ez a Krisztus előtti 7. században íródott, ez nagyon fontos, hogy igazából nem tudjuk, hogy pontosan mikor keletkezett az óbabiloni történet. Valószínűnek tartják, hogy Hammurabi óbabiloni uralkodó idején, vagy a korai Kassú időszakban, tehát ilyen 18 és 16. század közé teszik, természetesen Krisztus előtt, bár néhány kutató szerint ennél is később, Krisztus előtt 1100 körül íródott. Miért olyan fontos ez? Azért fontos, mert az is egy fontos kérdés tudni, azt is fontos tudni, hogy vajon a mezopotámiai teremtés történet korábbi-e, mint a bibliai elbeszélés történet. Itt látható Ninive rekonstrukciója, ennek a rajznak egyébként az érdekessége, hogy Austin Henry Layard, akit a képen láthattok, ő festette 1853-ban. És a következő képen láthatjátok Ashurbanipali ninivei könyvtárának egyes darabjait, természetesen a British Museum tárolóiban láthatjátok, tehát ezek a tárolók ezek nyilván nem voltak ott Ninivében, hanem ezek a mai kiállítás célját szolgálják, és ennek a könyvtárnak a legtöbb töredékét a képen látható George Smith fejtette meg, aki egy nagyon egyszerű származású fiatalember volt, és minden vágya az volt, hogy megtanuljon ékírást olvasni, és ezért a szünetekben, amikor dolgozott, bement a British Múzeumba, és ott elkezdte ezeket a táblákat másolgatni, végül is aztán felfedezték a tehetségét, és őt is behívták, ő lett a British Múzeum egyik kurátora, és ő fedezte fel, és ő fejtette meg a teremtés történetnek több töredékét. Nézzük akkor a teremtés történetet, hogy is szól, csak az első pár sorát szeretném idézni. Amikor fenn, Enuma Elis, az égnek még nem volt neve, és alant a föld sem volt elnevezve, és az ősi Apsu, aki nemzette őket, és a káosz, Tiamat, mindkettő anyja, vizeik egymásba ömlöttek, és mező még nem formálódott, sem mocsár, amikor az istenek még senkit sem szólítottak létre. Jól lehet látni, hogy ebben a teremtés történetben negatív felsorolás szerepel, tehát hogy úgy meséli el, ami történt, hogy mi nem volt még. Nagyon hasonló ez a második bibliai teremtés történethez, ami a Mózes első könyvének második fejezetében olvasható, ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek. Mikor az Úristen a földet és eget teremtette, és most jön, ami igazán érdekes, még semmiféle mezei növény nem volt a földön, és még semmiféle mezei fű nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott vala esőt a földre, és az ember sem volt, aki a földet művelje. Tehát ez a második teremtés történet, ez szintén negatív ábrázolásban mutatja be a teremtést.
Az Enumális felfedezése és 1876-os közzététele óriási nagy érdeklődést váltott ki az egész világon, és ezzel egy időben, vagy ezzel párhuzamosan fedezték fel a Gilgames történetet is, amelyben szintén része volt George Smithnek, akit az imént láthattatok a képen. Gilgames a dél-mezopotámiai Uruk királya volt valamikor a Krisztus előtti 2900 és 2500 közötti időben. Ez nagyon fontos, hogy ő valóban élő személy volt, úgy tűnik, és a halála után a tetteit eposzokba foglalták, alakja pedig a legendás hősök, az úgynevezett félistenek vagy héroszok közé került. A legenda kialakulásában igen fontos szerepe volt az Úri harmadik dinasztiának, ami már, ahogy láthatjátok a képen, jó 400-500 évvel Gilgames halála után került hatalomra Úr városában, és öt különböző sumer eredetű hősköltemény maradt fenn róla. A különlegessége az még, hogy nagyon népszerű volt Gilgames külföldön, például ismerjük egy hettita nyelvű fordítását is a Gilgames eposznak, és valószínű, nem tudjuk pontosan milyen úton, módon, hogy a homéroszi eposzokra, azon belül az Odüsszeára is hatást gyakorolt. A Gilgames eposz 1849-ben fedezték fel ugyancsak az Assurbanipal ninivei könyvtárában, és az 1870-es években adták ki, ebben az időben még nem volt egészen megállapodott az ékírás olvasása, ezért Gilgames nevét még Izdubárnak fordították ebben az időben. Hatalmas vitát váltott ki a 11. tábla vízözön története és a bibliai vízözön leírás közötti hasonlóság, tehát itt most én ma a teremtés történetről beszélek, de voltak éppen a vízözönt is választhattam volna, mivel ez is szerepel a Gilgames eposzban, és emiatt aztán Európában különösen létrejött az úgynevezett pánbabiloniai elmélet, amelynek mind a mai napig van némi hatása, és ez úgy szól, hogy a bibliai őstörténet minden elbeszélése az lényegében babiloniai eredetű. Na majd erre még visszatérek, csak előbb lássuk a világ és ember teremtését a Gilgames eposz szerint. Így szól, idézem. Halván Marduk az istenek szavát, nagy jeles művet teremteni vágyott. Szóval mondja, fölfeleli éjának szíve szándékát ekként közli véle. Vért kötök meg, csonttal csipkézem húst, íme életre hívom Lullát, ember legyen a neve. Megteremtem Lullát, az embert. Kingu volt az, aki szított viszájcs, fölkelésre bújtva Tiamatot, harcot szított, megkötözve vitték éja elé, büntetésből fölvágták ereit, vérből gyúrták az embert. Istenek szolgálatát bízva erre, elbocsátották az isteneket, ekként ember teremtvén az isteneket éja megmenté, ember tisztes kötelessége lett az istenek szolgálata. Több nagyon érdekes dolog van már az eddigi teremtés történetekben is, de a mostaniban is. Például az, hogy az istenek világát azt egy nagyon bonyolult, hierarchikus világként ábrázolja a természetesen alapvetően politeista teremtés történet. Az édesvíz és a sósvíz, Apsu és Tiamat. Ez a két principium is istenként van megjelenítve ezekben a történetekben, míg az Ószövetségben semmi ilyesmit nem látunk. Egyszerűen csak földről, szárazföldről, vízről, tengerről esik szó az Ószövetségben. Ezek az istenek aztán létrehoznak újabb isteneket, köztük Apsu és Tiamat gyermekét Kingut, aki egyfajta fővezér az istenek között, és a Gilgames szerint az imént idézett szöveg azt mondja, hogy ennek a legyőzött és kivégzett Kingunak a véréből teremtette meg az embert Marduk, aki a későbbi istenháborúnak lesz majd a győztese, tehát legyőzi a korábbi isteneket. A többiről most különösebben nem beszélnék idő hiányában, hanem nézzük azt, hogy a sumer mitológiai világkép szerint ezek az istenségek a föld, illetve a földet körülvevő szférák kért felelősek. Így például Anu az az égbolt, a föld az Ki, a földi vizek Abzu, és az alvilág pedig Kur vagy Irkalla névre hallgattak. Tehát nem arról van szó, hogy pusztán a föld és pusztán az ég vagy a víz, amit látunk a maga fizikai valóságában, hanem ezek isteni principiumok, istenek, egyszerűbben szólva.
Megnézhetjük természetesen azt is, hogy mik a hasonlóságok az egyes elbeszélés történetekben. Hát például az Enuma Elis kezdete, amikor fenn, az, hogy a sötétség és üresség, vagyis a káosz megjelenik benne, a felső és alsó vizek elválasztása egyértelműen hasonlóság. Az, hogy Tiamat, a mélység istennője, vagyis a mélység megjelenik úgy szintén, a hét tábla, mint hogy emlékeztek rá, hogy hétnapos teremtés történetről beszéltem, nagyon érdekes, hogy az Enuma Elis hét táblára írva maradt ránk. És a hatodik táblán szerepel itt is az ember teremtése. Ezzel párhuzamba állítható a teremtés történetből a kezdetben, a Bereshit, a Tohu va Bohu, amiről külön nem beszéltem héberül, nagyjából olyasmit jelent, hogy káosz. A felső és alsó vizek elválasztása szintén szerepel, a mélység a héberben Tehómként, ami hát picikét emlékeztet a Tiamatra is, a teremtés szintén hét nap alatt zajlik, és az ember teremtése pedig a hatodik napon következik be. Ezeknél is számosabbak azonban a különbségek, és ezt is megmutatom. Az Enuma Elis alapvetően politeista világképre alapul, ahol a természeti erők istenek. Az istenek harca folyik a küzdelemben a hatalomért. Az istenek mágiával működnek, tehát nem szóval teremtenek, és nem kézzel, hanem mágikus erő felhasználásával. És végül, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek, az istenek rabszolgái, és az emberek a mezőgazdasági munka feleslegéből élnek. Ezzel szemben a héber világképben, az ószövetségi világképben, amely alapvetően monoteista, a természeti erők nem istenek, semmilyen harc nincsen a teremtés történetben az istenek között, istenek sincsenek, tehát hogyan lenne harc közöttük, Isten a kimondott szavával teremt, az ember Isten képmása, ezt többször is hangsúlyozza, a teremtés történet, semmi ilyesmi nincs a mezopotámiai teremtés történetekben, és az emberek a fák gyümölcséből élnek, bár igaz, hogy művelniük és őrizniük kellett azokat. Tehát a babiloni világkép, kimondhatjuk nyugodtan, hogy homlok egyenest ellentétes a bibliai világképpel, különböző szereplők, különböző célok, különböző módszerek és különböző eredmények vannak ezekben a teremtés történetekben. Az Enuma Elis a Marduk kultusz érdekében született vallási propaganda mű, mivel Marduk leváltotta a régi isteneket. Az Enuma Elist pedig írnokok szerkesztették össze, és a keletkezése is vitatott, egyáltalán nem bizonyos az, hogy korábban született, mint a bibliai teremtés történet. Végül szerettem volna egy történetet, a Sumer mítoszt, az Enki és Nimmah történetét is bemutatni nektek, de ezt most nem olvasom fel idő hiányában, hanem csak szépen végigmegyünk az egyes diákon, amiket el tudtok olvasni. Ez az Enki és Ninhursag, ez egy másik teremtés történet, tehát különbözik az Enuma Elistől, és különbözik a Gilgamestől is, bár vannak természetesen azonos vonásai. Ugye itt arról van szó, hogy az istenek dolgoznak, mindegyikük dologra kényszerült, a nagyistenek a munkát felügyelték, a kisistenek pedig a kosarakat cipelték. Enkit azonban felkelti anyja, Nammu, és azt mondja, hogy hát alkos helyettest az isteneknek, hát nehogy már az istenek dolgozzanak, azért, hogy eldobhassák a kosaraikat, és Enki felül az ágyára, és azt mondja, hogy anyám, igazad van, valóban hát nem méltó az, hogy az istenek dolgozzanak. Azért ezt felolvasom. Ha majd kigyúrtad az abzu kövér agyagjából, a vetőforma, az agyag gyorsan készítse őket, alakjukat te add meg. Tehát ilyen módon látjuk azt, hogy itt is szerepel az első ember agyagból való teremtése, de ez kifejezetten az Enki és Ninhursag című eposzban fordul elő. Az utolsó dián pedig további olvasmányokat találhattok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!